Sziasztok megint! Na most már össze van állítva a pörkölt, meg kell már csak ugye puhulnia a húsnak. Kicsit több rajta, jaj, nagyon jó az íze, már kóstoltam. Kicsit több rajta a szaft, ugyanis, na akkor el is mondom, csak most már letakarom, bocsánat. Tehát az a helyzet, azért több rajta a folyadék, mert én nem úgy csinálom, mint általában a legtöbben. Hogy legalábbis én így láttam recepteket fönt az interneten, hogy megcsinálják ugye ugyanígy pörkölt, és akkor külön megfőzi a rizst, és akkor utána, amikor a hús puha, akkor összedobja, összekeveri, és akkor hagyja szépen fedő alatt még ugye puhulni, egy kicsit összeálljanak az ízek. Na most persze így is biztos nagyon finom, jó, de én úgy csinálom, és nekem ez bevált, mert ugye a baszmati rizs az elég hamar megfő, úgyhogy amikor a hús puha, akkor én nem külön főzök rizst, ezzel spórolok is áramot, spórolok mosogatást, munkát, hanem én szépen bele dobom a pörköltbe, és abba fő meg. Összefő, és piszok jó íze lesz. Tehát kevesebb meló, és sokkal jobb ízvilág. És tehát én úgy csinálom, azért csinálok alaplevet, hogy hát kimérem, mert ugye hát a rizsnél fontos, hogy mennyi a folyadék arány. Kicsivel több folyadékot teszek, kicsivel többet, mint egy liter, egy fél kilóshoz. Abba csinálok egy finom alaplevet, ami egyébként nagyon jó ízűre sikerült most is, és amikor már a pörköltesen, ugye lepörköltem a húst, befűszereztem, nem sajnáltam a fokhagymát, a fekete borsot tettem bele, ugye láttátok zöld fűszereket, tehát minden ilyen benne van, paprika, paradicsom, stb. Akkor, amikor fölengedem az alaplével, szépen majd ez itt most már megfog egy, hát szerintem egy fél óra, 40 perc, mert ugye nálam minden sokkal tovább tart, elkészül, és akkor rádobom a rizst, még az 15 perc körülbelül, mert egy kicsit itt tovább fő nekem ilyenkor, mintha csak simán főzném meg a rizst külön, de megéri. Úgyhogy nem tudom, hogyha gondoljátok, majd a végeredményt is megmutatom, persze, de ha gondoljátok, akkor próbáljátok így is, nem fogtok csalódni szerintem. Én már csak így csinálom a rizses húst, és hát most ugye még annyit akartam a húsokkal kapcsolatban, hogy láttátok, hogy mennyi folyadék jött, mennyi víz jött ki belőle. Hát ebből is látszik, hogy milyen a húsoknak a minősége sajnos. Itt nagyon-nagyon kevés szóval nem, nagyon kevés dolgot lehet kapni. Tehát itt például régen még azért hoztak csirkeszárnyat, most már az sincs. Nem tudom, a csirkék mostanában nem szárnyon születnek, nem tudom, de csak mellet hoznak, meg combokat. Hát még a comb az, amit még meg lehet venni, meg mondom még ez a shoulders, van a disznónak ez a része, amit itt tudok rabukba, pörköltekben, nagyon jó, és hát nem sok választék vanna. Imádjuk a csirkeszárnyat, borsóleves, mondjuk lábbal finomabb. Hát itt csirkelábbal rott, mert nem is eszik, tehát az olyat nem is lehet itt. Volt, mondom, Aberdeenben egy magyar bolt, még ők sem hoztak sajnos, mert tudom, hogy vannak olyan magyar boltok, ahol lehet kapni még csirkelábat is. Oda nem vittek sajnos, viszont vittek hurkákat, zellergumot, téli paprikát, ezt a hegyes erős paprikát, jó kis lecsót csináltam. Nagyon sajnálom, hogy bezárt. Nagyon. Meg hát ugye a füstöl dolgok, a kolbász, a szalonnát, ezek úgy hiányoznak. Meg hát azért onnan is, mert jó, sokat kaptunk még az elején, piros arany, fűszereket, még nagyon, már nem sok van. Na. Úgyhogy, de van közben is egy lengyel volt, meg itt is van a közében egy lengyel részleg, de nem sok mindent hoznak oda egyébként. Tehát ilyen, hogy piros arany, gulyás krém, ilyen nincs, de a pörszi lengyel boltban ott viszont van. Csak hát az is drága, meg hát hogyha átmegyünk mostanában ugye babával, akkor mivel ha átmegyünk nagy bevásárlásra, már rossz lenne még a városba bemenni, parkolni, elsétálni a lengyel boltig vissza. Az már olyan sok lenne, hogy ugye mostanában hogy mindig kihagytuk, de majd talán valamikor még már nagyon kifogyok a fűszereimből, akkor valahogy megoldjuk, mert jaj, tényleg megyek az orvoshoz 22-én, lehet, hogy egy hölgy fog átvinni, jár ki hozzánk egy ilyen, hát mit mondjak, olyan, mint otthon az ilyen szociális munkás segítő, sok mindenben kell, hogy segítsenek nekünk. Majd fogok erről is valamikor beszélni. Ő nagyon kedves ez a hölgy,
ő felajánlotta, hogyha bármikor szükségem van, hogy át kell vinni orvoshoz, ilyen, akkor őre számíthatok. Úgyhogy meg is beszéltük vele, tehát lehet, hogy esetleg megkérem, mert azt mondta, hogy még vásárolni is át vissza akarom. Hát, ha belefér az időbe, bár hát ugye nem tudom, az orvos meddig tart, hát, ja, azért nem akarok pofátlan lenni. Na mindegy, szóval, hogy arra vagyok így igazán, ja, és a disznó húsra visszatérve, amikor elkezdem mindig ugye pirítani, nagyon büdös, nagyon erős szaga van, nem olyan, mint az otthoni. Állítólag nem akarok hülyeséget mondani, de nekem azt mondták, hogy azért még nem herélik a disznót, tehát hogy van egy ilyen jellegzetes szaga is, meg más az íze. De azért én olyan finoman meg tudom csinálni az ételeket, hogy észre se vesszük a különbséget. De nem ugyanolyan ez a hús, mint az otthoni. Tehát azért annyira észre lehet venni a zöldségeken, a gyümölcsökön, a egyéb állati termékeken. Észre lehet venni, na, hogy azért az otthoni a sokkal jobb, és hiányzik. Ja? Viszont, még annyit elmesélek gyorsan, hogy vettem, mert nem bírtam ki, lecsót akartam mindenáron, és mondom, kipróbálom kápia paprikával. Nem érdekel engem, és csili lesz benne, meg csipős csorizó, meg füstölt békön. Volt még egy kis virslés itthon, hát gyerekek. Nagyon-nagyon-nagyon finom lett. Olyan finom lett, volt persze különbség a hagyományos lecsók közt, mégpedig az, hogy édesebb lett ugye a kápia paprika véget, de nagyon-nagyon finom volt így is. Olyan jó tettünk belőle, hogy hú. Úgyhogy hát szoktam azért én így kitalálni dolgokat, megint nagyon szeretek variálni. Tehát sokszor csinálok valamit, aztán utána elfelejtem, nem emlékszek rá már, hogy is volt, de akkor nagyjából tudom, és akkor lehet, hogy egy kicsit változtatok rajta, akkor megint valami új dolog születik. Tehát nem csak mindig a hagyományos receptet követem, és az annak örülök, hogy ahhoz képest, hogy tehát ugye a pénzt is nézni kell, a felhozatalit nagyon-nagyon silány, akkor a minőségről ne is beszéljünk, minden zacskózott, ízetlen, vízízű, vagy fú, mindegy. Ahhoz képest igenis azért változatos. Már akik ismernek és a Facebookon látták, ott mindig csak képeket tettem föl az ételeimről, de hogy azért igen, voltak benne ötletek, voltak benne, és nagyon finomak, tehát itt a lényeg az, hogy finom. Jó ízű teszünk legalább, a főtételünk jó ízű, ha már a felvágottak is, meg a kenyér is ocsmány, elnézést. Hát igen, nem véletlenül itt az étel az. Egyedül, amit szeretek itt a skóciai ételekben, az a black pudding meg a haggis, de ez is csak ha jó minőségű, mert egyébként nem mindig sikerül jót kifogni, úgyhogy ez is ritka, de még azért szeretem, mert nagyon-nagyon közel áll ízben a májos véres hurkához. Úgyhogy ez még, amit így meg tudok enni. Minden karamell, tehát itt úgy, mint ugye a kanadaiaknál a juhászirup, itt a karamell bolondság van, tehát csokikban, mindenhol, minden karamellás, és nagyon, ugyanúgy, mint az amerikaiak, nagyon-nagyon cukrosan esznek. Borzasztóan. És sós dolgokat nagyon ritka kapni. Szoktam én sütni pogácsát, de mostanában helyem sincs, nagyon kicsi a konyhám, ugye most itt a pici baba is már, ugye barbiek is elfoglalják, akkor várni kell, örülök, ha megfőzök meg, hát most nem is vagyok olyan fit állapotban, de volt azért, amikor csináltam káposztás pogácsát, krumplis pogácsát, sajtos, meg hát én általában ugye a sajtost azt ilyen variálom, több sajtos, sonka bele, újhagyma bele, úgyhogy nagyon finom pogik készültek, mostanában nem, de hiányolom például, hogy itt nincs egy ilyen fornetti. Van Lidl, ugye a nagyobb városban, de nincs olyan, mint otthon. És ugyanez, hogy tehát nem lehet ilyen termékeket kapni, pedig néha olyan jól esne egy jó kis sajtos pogácsa, csak úgy bemész a közérbe, megveszed, aztán megeszed, de itt nincs, itt csak édes van, édes hát. Ja, van egy fajta sajtos rúd, na, de az annyira nem ízlik, az nem az igazi. Aztán ennyi, tehát a kenyerek is, de mondjuk én pitlokrióról beszélek most, mert azért nyilván nagyobb helyeken azért több mindent lehet találni. Itt nekünk az, hogy nagyon el vagyunk vágva, és így rossz. De mondom, arra nagyon büszke vagyok, hogy jó dolgokat hozok ki. Fogok majd sok mindenről beszélni, mondom, ételekről, árakról is, ha úgy alakul. Hát nem tudom, mert én ott ugye visszajelzéseket nem kapok, ehhez fel kell iratkozni, hogy írni tudjál. Biztos lesznek bántások, beszólások, nem tudom.
Ez én törlöm, majd engem hidegen hagy. Mindig jönnek bolond emberek, tudom, de én ezt azoknak készítem, akik szívesen fogadják, akik szeretnek vagy ismernek. Ismeretlenül is, hogyha szimpatikus vagyok, nagyon örülök, mert láttam igen-igen olyan videókat, hogy semmi témája nem volt, vagy azt kellett nézni, hogy másfél órán keresztül csak eszik. Hát nem tudom, ha azt nagyon sokan lájkolják, nézik, írkálnak, akkor én remélem, hogy az enyém is elnyeri valakinek a tetszését, ha más nem a családtagjaim, legalább hallják a hangomat. De örülök, hogyha valakinek ötleteket adok, vagy ha olyan érdekes dolgokat, meg majd hát viszlek titeket sétálni, szeretnék majd ilyen tartóbotot, hogy tudjam a telefont vinni, hogy ne ugráljon úgy a kép, tehát ez még nem most lesz. Meg még mondom, nagyon gyakorlom. Ha sikerül, akkor lehet összevágok majd videót vagy képeket, de még nagyon kezdő vagyok, tanulom. Hát kéne segítség nyilván, de lehet, hogy majd magamtól rájövök. Egyelőre még fogadjátok így el, aztán remélem tetszik. Na, ha elkészült az étel, azt még megmutatom, és akkor további szép napot mindenkinek. Puszi!